Kedves gyülekezet, mai ige tanulmányunk alapigéjeként lapozzuk föl János evangéliuma 14. fejezetét. Lapozzuk föl tehát János evangéliuma 14. fejezetét, és a 12-től a 14. terjedő verseket olvassuk együtt. Bizony, bizony, mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Az egyik legnagyobb ígéret ez, amit olvashattunk. Mikor is mondta ezt Jézus Krisztus a tanítványainak? Ugye ettől a fejezettől kezdve, 16. fejezetig Jézus búcsúbeszédeit olvashatjuk, amik úgy kezdődnek, hogy itt a 14. fejezetben ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Vajon miért nyugtalankodtak a tanítványok? Miért így kezdte Jézus ezt a beszédet, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek? Ha visszalapozunk az előző fejezethez, akkor azt olvashatjuk el, hogy Jézus több alkalommal elmondta, hogy én elmegyek, és ahova én megyek, ti oda nem jöhettek. És el tudom képzelni a tanítványokat, hogy mennyire megijedtek ettől, hogy aki nekik a mindent jelentette, akihez tanácsért, támogatásért, bátorításért mehetnek, itt hagyja őket, ráadásul olyan helyre megy, ahova ők nem mehetnek. És csodálatos dolog, hogy a földi számkivetésük helyéről Jézus Krisztus a tanítványoknak valami nagyon nagy távlatot mond, hogy biztassa őket, hogy ő ugyan elmegy, de azért megy el, hogy nekik helyet készítsen, hogy ahol ő van, ott legyenek majd ők is. És én úgy gondolom, hogy azért nagyon fontos számunkra ez az ígéret, Jézus Krisztus búcsúbeszédeit úgy gondolom sokszor tanulmányozhatjuk, mert bizony a mi lelkünk is sok minden miatt tud nyugtalankodni, főképpen az időknek a végén. Hiszen a Szentírásból megérthetjük, hogy mennyi minden történik a társadalomban, az ellenség mennyire tudja, hogyan tudja az övéit elejteni, mármint aki Krisztuséi, és sok minden miatt nyugtalankodhat a mi szívünk. És számomra ez egy csodálatos ígéret, hogy Jézus Krisztus azért ment el, hogy nekünk helyet készítsen, ott, ahol most ő van. Föl tudjuk mi fogni, hogy a mi földi számkivetésünk helyén ez mit jelent nekünk? Ezért szerint mindannyiunknak készül ott egy otthon a mennyben, hogy mi 1000 évig majd ott lehessünk Krisztussal. Hatalmas ígéret ez a mi számunkra. És amikor Jézus Krisztus ezt mondta, akkor azt mondta, hogy előtte Jézus Krisztus, hogy ahová megyek én, tudjátok, és az utat is tudjátok. És azt mondta neki Tamás, Uram, azt se tudjuk, hogy hova mész, hát mi módon tudhatjuk az utat? És Jézus Krisztus itt a 6. versben kimondta azt, hogy de igen, tudjátok, csak még nem értitek. Ekkor mondta Jézus azt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem én általam. Vagyis azt mondta, hogy azért ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és azért higgyetek én bennem, hogy én elmegyek és helyet készítek néktek, és majd ha azt megértitek, hogy mit jelent számotokra ez a mennyei otthon, és az arra belül készülés, akkor majd azt is jobban fogjátok érteni, hogy én vagyok az út. Én megmutattam nektek, mi módon juthattok oda, hogy birtokba vegyétek majd ezt a földi, ezt a mennyei otthont. És ezek után mondta Jézus, én úgy gondolom az egyik legnagyobb ígéretet, amit biztos a tanítványok akkor föl sem tudtak fogni, és talán mi sem tudunk igazán. Bizony, bizony, mondom néktek, aki hisz én bennem,
az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál. Föl tudjuk mi fogni, hogy mit jelent ez az ígéret? Olyan cselekedeteket, amiket Jézus cselekedett. És én úgy gondolom, hogy ez annyira fölfoghatatlan legalábbis nekem, hogy nem véletlen itt Jézus Krisztus kétszeres megerősítése, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi azokat a cselekedeteket. Hogy nagyobbakat cselekszik, ezt nyilván úgy kell értsük, hogy kiterjedésében a tanítványok sok helyen laktak, Jézus lelki szem előtt láthatta, hogyan terjed majd a Krisztus követőknek a sokasága, hogy az egész világon mindenhol hirdettetik majd az evangélium, milyen sokan lesznek, akik világítanak úgy, ahogyan Krisztus világított. Akik megtanulnak hittel élni, akiknek Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És akik megtanulnak imádkozni, mert azt mondta Jézus, akármit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban, és nézzük meg itt is az újbóli megerősítést. Ugye először azt mondta Jézus, akármit kértek, utána azt mondja, ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Az elején is ott van, hogy bizony-bizony mondom néktek. Ez az ígéret áll. Ez hittel megragadható. És kétszer ott áll az ige szakasz végén, én megcselekszem azt. Nem ti magatoktól. Nem ti magatoktól lesztek olyanokká, mint én, hanem én megcselekszem, hogy ti olyanokká váljatok. És amit kértek, és ha valamit kértek az én nevemben, azzal a lelkülettel, akkor én megcselekszem azt. És ugye elgondolkoztam azon, hogy milyen összefüggés van a fejezet első mondatai között, és e között az igei kijelentés között, ami azért nagyon közel volt egymáshoz. Hogy függ össze ez az ígéret azzal, hogy én elmegyek és helyet készítek nektek? Akárki beléphet a mennyei otthonokba? Így, ahogyan most vagyunk, ilyen élettel, ilyen szokásokkal, ilyen jellemmel bejuthatunk mi oda? Én úgy gondolom, hogy a mennyei hajlékoknak be kell fogadnia azokat, akik oda jutnak, és oda csak megtisztult emberek juthatnak. Olyanok, akik beillenek a mennybe, a mennyei angyalok közé, akik szolgáló lelkek, akik szüntelenül szolgálnak az embernek, és akik között tökéletes szeretet van. Ezért én azt értettem meg, hogy olyan módon függ össze ez az ígéret a fejezet elejével, hogy Jézus, mintha azt mondta volna a tanítványainak, hogy miközben én nektek a helyet készítem ott a mennyben, azon közben itt a földön is nagyon fontos dolgot kell elvégezni. Én szeretném a ti jellemeteket fölépíteni, hogy alkalmas legyen a mennyei hajlékokra, és nektek ebben szükséges együtt munkálkodni. Ezért nagyon fontos igei kijelentés, én vagyok az út, az igazság és az élet. Én megmutattam azt az utat, hogyan juthattok el a mennyei hajlékokba? Hogyha olyan jellemmel bírtok, mint amilyet én is, akkor fogtok olyan dolgokat cselekedni. És amikor én megismertem ezt az ígéretet, akkor elgondolkoztam azon, hogy én magam is, vajon mit gondolok akkor, amikor olvasom ebben a kijelentésben, hogy én is cselekedhetném azokat a dolgokat, amiket Krisztus cselekedett, hogyha hittel megragadom és kérem, és ő cselekszi meg én bennem. Mire vonatkozik ez? Nem tudom, ti mire gondoltok így, amikor halljátok ezeket a kijelentéseket. Én azt hiszem, hogy általánosan, legalábbis így, ha a magam gondolatait elemzem, akkor leginkább arra tudunk gondolni, hogy hát úgy szeretnénk már, hogyha gyógyítani tudnánk. Meg csodák történnének közöttünk. Nem vágyakozunk arra, hogy ilyen óriási csodák történjenek, hogy végre az Isten népe tudjon tenni olyanokat, mint Krisztus meg az apostolok tették. És én azt értettem meg, hogy a Szentírás valami sokkal mélyebbet szeretne nekünk ennél tanítani, mint hogy mi csodavárók legyünk, és arra vágyakozunk, hogy mi csodákat tudjunk tenni. Én úgy gondolom, hogy elsősorban azt kell megnéznünk, hogy Jézus hogyan volt út a mi számunkra. Mi módon mutatta meg az utat? Milyen körülmények között fejlesztett ő jellemet? Milyen életet vállalt ő mi érettünk? Mert én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy,
Vagy mi az, amire azt mondja, hogy azok is cselekszik az én cselekedeteimet? Ehhez mindenképpen végig kell néznünk, hogy mi módon mutatkozik meg Jézus Krisztus jelleme mi előttünk, mint az útnak, az igazságnak és az igaz életnek a mintája. Lapozzunk fel egy igehelyet a Korintusi második levélből. Korintusi második levél 8. fejezetéhez lapozzunk. És ebből a fejezetből szeretnék egy kijelentést felolvasni. Tehát Korintusi második levél 8. fejezetének a 9. versét szeretném elolvasni. Így olvasom tehát a Korintusi második levél 8. fejezetének a 9. versét. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Milyen életsorsot vállalt Jézus Krisztus mi érettünk, mint ezáltal, hogy megmutatta nekünk az utat, és az igazság betöltését, és az igaz életet? Én úgy gondolom, hogy mi föl sem tudjuk fogni azt, hogy a világ mindenség teremtője, Jézus Krisztus, abból a csodálatos mennyei világból idejött, és nem elég az, hogy itt született meg a Földön, mondjuk egy milliómos családban, vagy egy középpolgári családban, de ő egy istállóban született meg, mert a szüleinek, mivel szegények voltak, senki nem adott otthont. És azt mondhatnánk, hogy ez volt a kezdete Jézus Krisztus életének. Ez az életsors. És úgy föltettem magamnak is a kérdést, hogy kívánnék én ilyen úton járni? Kívánnám én azt, hogy én ilyen körülmények között éljek? Vajon miért ideengedte a mennyei Atya Jézus Krisztust? Csodálatos Pál apostol vallomása. Gondoljunk Pál apostolra, ő mit cserélt föl, és mit kapott helyette? Ő egy tudós ember volt, korának legnagyobb tudósától tanult. Utána pedig tudjuk, hogy hányszor megostorozták, megverték, hajótörést szenvedett és mártír halált halt. Hogy tekinthetünk az ő életére? Miért tette ő ezt? Mert találkozott azzal a Krisztussal, akiről ő megértette ezt, amit nekünk leír, mint egy tanúvallomás, hogy igen, ti ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményét, hogy övé a világon minden, a legnagyobb gazdagság. De ő szegény élet érettünk. Miért? Hogy mi az ő szegénysége által, azáltal az élet példa által, amit nekünk megmutatott, gazdagok lehessünk, és megérthessük azt, hogy mit jelent az út és az igazság, mit jelent az utat élni, ezt a szeretet útját járni ezen a földön. És én úgy gondolom, hogy nekünk nagyon fontos, hogy gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztus ilyen körülmények között fejlesztett egy jellemet. És ezzel megmutatta nekünk azt, hogy azok közé, a körülmények közé, ahova bennünket enged, ha azok megalázóak is, nehezek is, ő meg akarja nekünk mutatni az ő gazdagságát. Azt, hogy pontosan azok között, a körülmények között fejleszthetünk mi egy jellemet. Olyan elgondolkoztató számomra az, hogy Jézus Krisztus tehát nem a királyok palotáiban élt, gond és fárasztó munka nélkül, mindennel ellátva, hanem a szegényeknek, az elnyomottaknak soraiban való életet válassza. Az egyszerű munkással, azért, hogy az egyszerű munkással vállaljon sorsot, hogy földi szüleitől tanuljon szakmát, mint ács és építő, és viselje érettünk azt, amiben mi is részesülünk ezen a földön. Szerintetek hogy kezelték akkor a szegényeket? Szerintetek kihasználták-e őket? Lenézték-e őket? Vajon Jézust ezek érték? Mi érettünk, hogy mi meggazdagodhassunk és a mennyei otthonba eljuthassunk? Nem tudom elképzelni azt, hogy Jézussal kivételeztek volna. Azt hiszem, egyikünk se dicsekedne azzal, hogyha istállóba kellett volna megszületnie. És Jézus istállóban született meg. És vállalta a mindennapi élet terheit, a szegényeknek a sorsát, a fárasztó munkának a terheit.
És szeretnék nektek ajánlani otthoni olvasmányként egy fejezetet Ellen White-nak a Jézus élete című könyvéből, a 9. fejezetet, a Küzdelmes napok című fejezetet, ami kicsit közelebb hozza hozzánk ezt az időszakot, amire nem nagyon gondolunk akkor, amikor olvassuk ezt az igét, hogy majd azok is cselekszik azokat a cselekedeteket, amiket én cselekedtem. Hogy is viselkedett Jézus ebben a szegénységben? Ugye azt olvassuk Jézus Krisztusról, hogy ő maga mondta meg, hogy mondta azt nekünk, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Én bizonyos vagyok abban, hogy Jézussal is megtörténhetett az, ami nagyon sokszor megtörténik a szegény emberekkel, hogy kihasználják őket, hogy fölöslegesen megterhelik őket. És én úgy gondolom, hogy Jézushoz nem lenne méltó az, hogy követelje a jogait. Hogy ő ne szolgáljon tovább az embereknek. Azt is el tudom képzelni, hogy volt Jézusnál is szegényebb, egy bizonyos helyzetben. Én Jézusról azt is el tudom képzelni, hogy ő a saját kenyerét adta oda, a saját ételét adta oda egy szegénynek, amikor az nála szegényebb volt. Vagy adott egy pohár vizet egy szomjas embernek. A Jézus tábrázoló filmek közül az egyetlen film, ami számomra hiteles, az a Ben Hur című film, abból az egy szempontból, hogy amit én magamnak megértettem abból a filmből, én sose felejtem el azt a jelenetet, mikor először láttam, hogy Jézus a film szerint adott valakinek egy pohár vizet. Emlékeztek, hogy Jézus beszélt arról, hogy ha egy pohár vizet ad tanítvány nevében, el nem veszíti jutalmát. Gondolunk mi arra, hogy cselekedni a Jézus cselekedeteit ezt jelenti? Az élet mindennapi helyzeteiben nem magamra figyelni, a saját nyomorúságommal foglalkozni, hogy milyen nyomorult, milyen vagyok, mennyi bajom van, hanem odafordulni mások felé. Gondoljunk arra a kijelentésre, ami a Jézus megalázkodásáról egy himnusz, hogy ő nem tekintette zsákmánynak, önző ragadománynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem ő szolgai formát vett föl. Ezt is jelentette a szolgai forma, hogy a szegénységben, a szegények mellett élni, a szegények sorsaiban osztozni. Mit gondoltok, bátorította ő a többi szegényt? Vagy ő is beállt a többi szegény mellé, akik lázadtak, hogy micsoda egy elnyomás van itt, a római iga, bezeg a többiek itt gazdagok, és mit tudunk elképzelni Jézusról, mi illett ő hozzá? Vajon hogyan viselkedett Jézus ezekben a helyzetekben? Ugye ajánlom nektek, hogy olvassátok ezt a fejezetet. Olvashatjuk benne azt, hogy Názáret lakói gyakran hallhatták az énekét, amellyel felvidította azokat, akik vele együtt dolgoztak. Azt hiszem, hogy vizsgálhatjuk a saját életünket, fel tudjuk-e vidítani a körülöttünk élőket. Ami énekeinkkel. Azzal, hogy nekünk van egy mennyei otthonunk, tudjuk-e ezt az emberekkel megosztani, hogy nem kell itt ezen a földön úgy befejeznünk az életünket, hogy nincsen folytatása. Cselekedni Jézus cselekedeteit ezt is jelenti. A mindennapi életben az egyszerű embereknek, a szegényeknek, a rászorulóknak odafigyelve, szeretettel segíteni. És viselni azt, ha megaláznak, ha nem értenek meg, ha kihasználnak, nem követelni a jogainkat, a Jézus cselekedeteit cselekedni. És amikor ebbe így belegondolok, hogy az én életemben is, amikor megalázó helyzetek vannak, akkor tudok-e arra gondolni, hogy mit cselekedett Jézus ilyen helyzetben? Követelte a jogait, vagy akkor is szelíd és alázatos szívű volt? Mert erre mondta Jézus, én vagyok az út, és ez az igazság, a szeretetteljes, és ez az igazi élet ezen a földön. És a mi helykészítésünk így folyik a mi életünkben. A Jóisten körülményekbe és helyzetekbe enged bennünket, hogy ezeket megtanítsa nekünk. Mert ezeknek a megtanulás által fejezte egy olyan jellemet, ami által alkalmasakká válhatunk az örökké valóságra. És úgy gondolom, hogy azért nagyon fontos számunkra ez, hogy megértsük azt, hogy nem lehetünk ennél mélyebb körülményben, mint amikor Jézus jászolba született meg. És szegény emberként osztozkodott a mindennapi élet terheiben.
És van még egy másik terület, amiről szeretnék beszélni, hogy nem csak, hogy a szegénységet viselte Jézus életünk, hanem van egy másik életkörülmény, amiben talán ritkán gondolunk bele, mikor olvassuk azt, hogy cselekedni azokat a cselekedeteket, tudniillik az, hogy Jézus milyen családba született meg. Számomra egy fölfoghatatlan dolog az Isten cselekedetében, hogy egy olyan családba született meg Jézus, ahol ő ugyan első szülöttje volt Máriának és Józsefnek, de József özvegyember volt, és voltak gyermekei, akik nála idősebbek voltak. És hogy mit jelentett ez Jézus számára? Hát ezzel kapcsolatban néhány kijelentést olvashatunk a Szentírásban. Az egyiket csak fölidézni szeretném, akik jegyzetelnek esetleg, mondanám, hogy Márk evangélium a 3. fejezetének a 21. versében van, hogy egy alkalommal, amikor Jézus annyira szolgált, hogy már evése sem volt alkalmas idejük, eljöttek a testvérei, el akarták hazavinni, mert azt mondták, hogy magán kívül van. Hát nem tudom, hogy szoktak-e bennünket így titulálni a családtagjaink, hogy te nem vagy normális. Hát lehet így élni ilyen elvekkel? Hát a világban könyökölni kell meg hajtani kell. Hát nem normális az, aki így él. Nem lehet ezen a földön így élni. Az ő követői is kapnak ilyet. És vajon Jézus hogyan viselkedett ebben a helyzetben, amikor ilyeneket mondtak neki? Talán lapozzunk föl egy párbeszédet. Ez az egyetlen egy párbeszéd, amit megörökített János evangélista a 7. fejezetben. És kicsit hallgassunk bele ebbe a családi beszélgetésbe, amit itt leír a Szentírás. Így olvasom a 7. fejezetből a 3. verstől. Előzőleg olvassuk, hogy közel volt a sátoros ünnep. Mondták azért néki az ő atyafiai, menj el innen és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titkon semmit, aki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak. Mert az ő atyafiai sem hittek benne. Mondta azért nékik Jézus, az én időm még nincs itt. A ti időtök pedig mindig készen van. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonyságot teszek fel, hogy az ő cselekedetei gonoszok. Ti menjetek fel az ünnepre, én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem tölt be. Ezeket mondván nekik, maradt Galileába, amint pedig felmentek az ő atyafiai, akkor ő is felment az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem mindegy titokban. Gondoljunk kicsit bele ebbe a helyzetbe. Mit nem tudtak elfogadni az ő testvérei, Józsefnek a fiai? Miért nem mutatod meg, hogy ki vagy te? Hát menj föl nyíltan, most már eléggé ismernek téged. Mit olvasunk itt? Hát, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgodat. Hát legyél te ismeretes, legyél nagy ezen a földön. Hát senki sem titokban cselekszik, aki ismeretessé akar lenni. Nem tudták elfogadni azt az életvitelt, azt az életelvet, azt az alázatos, szelíd, visszahúzódó életelvet, amelyet Jézus gyakorolt. És kioktatták. Azt olvassuk itt, az ő atyafiai sem hittek benne. Én föl sem tudom fogni az Isten szeretetét, hogy a mennyföld teremtőjének egy ilyen családban kellett élnie. Amiről mondhatjuk azt, hogy ez egy felemás család volt. Képzeljük el Máriát, aki miután megözvegyült, mert ugye József meghalt, ilyen életsorsot viselt, hogy a Jézus és a fiúk között, úgy középen. Gondoljunk arra, Jézusnak egy ilyen életkörülmények között kellett élnie. Ez csak egy párbeszéd. Nem tudjuk, hogy mennyi párbeszéd volt. Hogy hányszor gúnyolták ki, hányszor beszéltek vele nyersen, hogy féltékenyek lehettek rá, hogy megvetették őt, hogy az ő önzetlenségét és becsületességét, amelyet ugye gyakorolt, az gúnyos mosollyal fogadhatták, a türelmesség és a kedvességét gyávaságnak minősíthették. És Jézus Krisztusnak érettünk, akik az ő követőiként hasonló élethelyzetbe lehetünk, megengedte a mennyföld teremtőjének, hogy ilyen körülmények között éljen.
és értünk is elviselje ezeket. És milyen tökéletes példát mutatott. Mit érthetünk meg ebből a párbeszédből? Azt látjuk, hogy Jézus kifogyhatatlan szeretettel beszélt a testvéreivel. Ahogy én olvasom, azt mondja, hogy az én időm még nincs itt. A ti időtök mindig készen van, ti tegyetek, amit jónak láttok, szabadon hagyta az akaratukat, nem erőltette rájuk a saját döntését, a saját életfelfogását. Azt mondja, ti menjetek föl, de én még nem megyek föl. Csodálatos ez az életpélda. Megtalálni azt az utat, hogy szabadon hagyni azoknak a családtagoknak a döntését, a döntési jogát, amiben nem értünk egyet. Szeretettel odafordulni, de nekünk követni azt, amit mi az Istentől vettünk. Hiszen Jézus azt mondta, hogy én még nem megyek föl, ti menjetek föl, én majd akkor megyek, amikor a mennyei atya engem késztet arra, hogy én oda menjek. És hogy milyen módon fette őket, az úgy gondolom, hogy szinte fölfoghatatlan. Volt feddés ebben a kijelentés sorozatban, ebben a párbeszédben? Azt mondja, titeket nem gyűlölhet a világ. De engem igen. Azt mondja, hogy a ti időtök a 6. versben mindig készen van, az enyém még nincsen készen. Milyen különös feddés ez. Elmondta az igazságot, képviselte az ő elveit, de szeretettel tette. És számomra csodálatos dolog az, hogy igen, ennek a munkálkodásnak meglett az eredménye. Olyan csodálatos számomra, hogy olvashatjuk az Apostolok cselekedetei című könyvet, tehát az Apostolok cselekedeteit, hogy van egy nagy ajándékunk a Galácia beliekhez írott levélben, ahol följegyzi az apostol, hogy Jézus Krisztusnak az egyik testvéreje, féltestvére, ugye Jakab személyében ki lett az őskeresztény gyülekezetben. Ugye azt olvashatjuk itt az első fejezetben a Galácia beliekhez írott levélben, hogy az apostolok közül pedig más nem láttam csak Jakabot, az Úr atya fiát. És a második fejezetben pedig azt olvashatjuk a 9. versben, hogy azok az apostolok, akik Jeruzsálemben vezetők voltak, azokról így emlékezik meg Jakab, Kéfás meg János, akik oszlopokul tekintetnek. Ki lett Jakabból? A 12. fejezetben apostolok cselekedetében arról értesülhetünk, hogy azt a Jakabot, aki János testvére volt, karddaltali halálra ítélte Heródes. Ha elolvassuk a 15. fejezetet, az apostoli zsinatot, akkor ott olvassuk el, hogy Jakab, egyike az apostoloknak, a vezetőknek, akik oszlopai voltak ennek a jeruzsálemi gyülekezetnek, mit mondott el, hogyan érvelt. És legfőképpen olvassuk el Jakab levelét. Nekem nagyon tanulságos, hogy most, hogy így készültem, újra belelapoztam a Jakab levelében. Nézzük meg, hogy Jakab, aki nem értette Jézust, akinek fogalma se volt az önzetlenségről, a szeretetről, miket ír le az ő levelében? Azzal kezdi, hogy én csak egy szolgája vagyok a Krisztusnak. Pedig azért dicsekedhetett volna azzal, hogy én az Úrnak a családjában, Krisztusnak a családjában nevelkedtem. Azt mondja, Jézus Krisztus szolgája. És teljes örömnek tartsátok a kísértésbe estek. Nézzétek meg, hogy mi mindenről szól a Jakab levele. Ajánlom, hogy olvassátok el, és gondoljátok mögé azt, hogy eredményes volt Jézus Krisztusnak ez a szolgálata. Ennek a következtében lett Jakabból apostol. Ő Jézus halála után értette meg azt, hogy micsoda érték volt Jézus Krisztus földi élete. Nagyon érdekes, hogy szól a személyválogatásról, a hitnek a cselekedeteiről, a nyelvbűneiről, az irítségről, az alázatosságról, a gazdagság családságáról. Hasonlítsuk össze azzal, amire meg akarták nyelni Jézust. Ezen a földön akart-e nagy lenni? Legyél ismeretessé! Az, amit Jézus Krisztus ott cselekedett, ennek az eredményeképpen Jakab apostol lett a jeruzsálemi gyülekezet oszlopa. Mert Jézus Krisztus nem véletlenül született ebben a családban, azért is, hogy nekünk példát adjon,
És ilyen módon munkálkodott az Isten Józsefnek a fiaiért. Tehát én erről a két területről szerettem volna beszélni, amikor ugye felolvastuk azt az ígét, ezt a hatalmas ígéretet, hogy bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem. Az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál. Amikor olvassuk ezeket az igehelyeket, akkor gondoljunk Jézus Krisztusnak ezekre a cselekedeteire. Gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztus így a leírás szerint egyedül járt gyermek, ifjú és felnőtt korában, és amikor azt olvassuk róla egy ószövetségi messiási jövendőlésben, hogy egyedül taposta a sajtót, és a népek közül senki sem volt vele, akkor ez nem csak arra vonatkozik, hogy a kereszt halálakor volt egyedül, hanem ez egy messiási jövendőlés, amit ha jól belegondolunk, gyermekkorától kezdve, egész életén keresztül mondhatjuk, hogy igen, ő egyedül volt. Mert a népek közül senki sem volt vele, még a tanítványai sem értették meg, a családtagjai sem értették meg. Az édesanyja is a bátyjaival elment, hogy elvonják őt a szolgálatától. Ezt viselte Jézus Krisztus érettünk, mert az emberiség megváltásának ez volt az ára, hogy nekünk és nekem utat mutasson. Megmutassa, hogy milyen az igazi, szeretetteljes, teljes élet ilyen körülmények között. És az, amin én elgondolkoztam, hogy vajon mi volt az, ami segítette őt, hogy ő ilyenné váljon. Ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy kicsit hosszabb szakaszt, egy pár mondatot Ellen White-nak a Jézus élete című könyvéből. Jézusnak akkor voltak boldog órái, ha egyedül volt a természetben Istennel. Amikor csak tehette, munkahelyéről kiment a mezőkre, hogy a zöldelő völgyekben elmélkedjen, hogy együtt lehessen Istennel a hegyoldalon, vagy az erdőfái között. A kora reggel gyakran csendes helyen találta, elmélkedve az írásokat kutatva és imádkozva. Egy csendes órák után visszatért otthonába, hogy ismét feladatai után nézzen, és a türelmes munka példáját nyújtsa. Ebben is Jézus Krisztus volt az út számunkra. Hol voltak a boldog órái? Amikor az ő mennyei atyával volt. Mert ezen a földön ő is sokszor meg nem értést viselt. Nem volt a népek közül senki, és a család közül senki se vele. És Jézus Krisztus azért viselte ezt, mert tudta azt, hogy nagyon sok követője fogja magát egyedül érezni. És úgy érzi, hogy nincsen támogatás, nincsen segítség. Gondoljunk ezekre az igékre, ígéretekre, ha valaki kér valamit az én nevemben. Ha mi kérjük azt az Istent, hogy erősítsen meg bennünket, és tegyen bennünket bátorrá, erőssé, szeretetteljessé. Jézus azt ígéri, hogy én megcselekszem azt. És zárásként lapozzunk egy Jézushoz szóló himnuszhoz a Filippi levél második fejezetében. És olvassuk el összegzésként ezt az ige szakaszt, hogy egy ilyen életre szeretne hívni bennünket Krisztus, és ezt az életet mutatta meg számunkra. A második, tehát a Filippi levél második fejezete, és a második verstől szeretném olvasni az ígét. Ez lesz a záró ige szakasz, amit felolvasok. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézzek ki a magáét, hanem mindenki a másokét. Annak okáért az az indulat, vagyis lelkület legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig,
mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. Mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Én szívemből kívánom, hogy azok közé, a földiek közé tartozzunk, akik meghajtjuk magunkat Jézus Krisztusnak ezelőtt az alázata előtt. És elfogadjuk ezt az életmutat, amire kér bennünket, ne nézze ki a magáét, hanem mindenki a másokét. És alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. Én szívemből kívánom, hogy részesülhessünk abban az örömben, hogy azokat a mennyei hajlékokat, amiket számunkra készít most Krisztust, be tudjuk tölteni, és ne maradjon üresen a helyünk. Én szívemből kívánom, hogy amikor Isten formálja a jellemünket, és bizony nehéz körülményeket enged meg az életünkben, gondoljunk akkor Jézusra, aki megígérte, hogy velünk lesz, és megcselekszi azt, ha kérjük tőle, amire szükségünk van ahhoz, hogy ezekbe az örökké való hajlékokba ott lehessünk majd. Szívemből kívánom, hogy tudjunk együtt munkálkodni az Istennel ebben az ő kegyelméből. Amen.